Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy három kérdőjeles jóslás október 29-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mibe pillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyenek a gondolatai. Itt van egy kígyó, és mutatja a hamisságokat. Gyakran szimbolizál egy hölgyet a háttérben. Ő elgondolkozik azon, hogy ki csapta őt be, ki hazudozik az ő környezetében, és erre ő rá fog jönni. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei. Ez a kerék szimbolizálja a sors kerekét, és az pörög előre. Az egyetlen dolog, ami itt lelassítja, azok a félelmek, de ő átteszi magát a félelmein, kezébe veszi a dolgokat, és hoz sorsdöntő döntéseket. Valami változik az életében, valami változik köztetek. Ami jó, hogy ő arra rájött, hogy kicsapta őt be, meg ki hazudozik neki. Itt lesznek sorsdöntő változások. Ez a római 10-es szám itt azt jelzi, hogy lesz egy új kezdet. És mit közöl veletek? Ez a fellépése, mint egy király, egy büszke fellépés, az is lehet, hogy még várakoztat benneteket, de hamarosan közeledik hozzátok, és átnyújt valamit. Mégpedig ezt az arany kelyhet, és az szimbolizálja az ő érzelmeit. Ő nyitott lesz, beszél a döntésekről, arról is beszámol, hogy mi van itt a háttérben, milyen hamisságok, és nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljetek, lesz itt ez a biztonság érzete. A napi csokis kártya jelent itt egy gyógyulást. Benne vagytok ezekben a változásokban. Van itt egy gyógyító hatás is, mert ő lezárja a múltat, lesz egy új kezdet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!